Sziasztok, Dart vagyok, és ma az első Minecraftos videó megérkezett, melyben a Minecraft 1.2-es napjainkban kijött update-jának egy újdonságát mutatom be. Látjátok, itt egy NPC falu van, és erről jut eszembe, hogy így egy szerintem lévő második újdonságot is be tudok mutatni, mely az lenne, lehet, hogy nem újdonság, hogy most nem biztos, hogy látjátok, hogy az NPC-k, ezek a malac emberek, ott van egy fönt például, mikor így mozognak be az ajtókon, mint én, még a régebbi Minecraft verziókban nem láttam ezt, csak bemenni ők, vagy bocsánat, kijönni őket, és az ajtó effektet sem, meg hangot sem hallottam, de most már szószor is értem, hogy kibejárkálnak így, és hang is van az ajtónak kimenetkor. Ez szerintem egy újdonság, de nem tudom, most éppen hátra tudok egyet mutatni, nem biztos. Hát nem találom az NPC-ket se, ott van mind kint, úgyhogy nem valószínű, hogy most bejönnek. De akkor térjünk a fő attrakcióra, a nagy újdonságra, melyet már sok helyen olvashattatok, például szervereknek az oldalán, a Minecraft oldalán, a Mojang oldalán, meg még sok helyen, és ez nem más, mint a sivatagi kút. Ez, mint láthatjátok, nem ebből a porhányos homokból van, mint ami itt a föld is, hanem homokkőből. Itt ez a homokkőből van, látszódik, hogy keményebb is. Ugye ezt craftolni lehet, de ezt most nem mutatom be, hogyan. Nem nagyon érdekes. De jól néz ki, azt nem teszteltem még, hogy örök víz van-e benne, de majd meglátjuk. Hát, végeredményben ez a videó ennyi lett volna, mert be is esteledett itt a Minecraftba, többet úgyse látnátok. Ennyi lett volna. Remélem tetszik ez a sivatagi kút mindenkinek. Remélem az első Minecraftos videóm is tetszett. Ha igen, lájkoljátok, és már volt egy kérdésem, hogy legyen a Dart Minecraft kalandjai sorozat, abba a videóba írjátok, hogy igen, nem. És minél többen iratkozzatok fel a csatornámra. Remélem tetszett a sivatagi kút is, meg a videóm is. Sziasztok!